Amióta oltások vannak az orvostudományban, azóta léteznek tűfóbiások is. Számukra és azoknak, akik egyszerűen csak félnek a tű láttán, megszületett a megoldás tűmentes oltás formájában. Dr. Tordas Dániel gyermekorvos már ezzel adta be az első influenza elleni védőoltásokat a gyermekeknek. A Heimpál gyermekkórházban mutatták be először hazánkban ezt a kis szerkezetet, amely megkönnyíti a védőoltások beadását. Egy olyan orvostechnikai eszköz, amit már egyébként más országokban is elkezdtek használni. Magyarországon most próbáljuk először, és most kezdtük el először a használatát gyerekeknél is, amelyhez nincsen tű, tehát ez egy tű nélküli kis, ilyen kis patronos tollszerű eszköz, amiben fel lehet szívni az oltóanyagot, és egy gyors nyomással a bőrön keresztül bejuttatja az oltóanyagot a bőr alá, a szövetek közé. Különösen fontos találmány ez a gyermekgyógyászatban tehát, hiszen ők azok, akik általában szorongva érkeznek meg a rendelőbe az oltások előtt. Ezt az oltásoknak, tehát a megelőzésnek a szerepe a praxisomban nagyon fontos, hiszen nagyon súlyos, akár halálos betegségeket tudunk az oltásokkal megelőzni, és nagyon nagy hangsúlyt fektetek évek óta a fájdalommentességre, hiszen gyerekeket oltunk, és ezért mindenféle eszközt, VR szemüveget, vagy ilyen akár kis sünnének nevezett kis sárga lapocskát is bevetettünk azért, hogy ne fájjon, vagy minél kevésbé fájjon. A doktor úrnak évek óta dédelgetett álma, hogy egyszer tűmentesen adhassa be a készítményeket. De nem csak az ő álma volt ez, a WHO-nak az a célkitűzése, hogy 2030-ig mindenhol tűmentesen hajtsák végre az oltóanyagok beadását. Ez biztonságos, fájdalommentes, és éppen ezért számomra is nagyon-nagyon pozitív volt, hogy végre kipróbálhatjuk. Ami meg az apropóját adta, az az influenza oltásoknak az elkezdése, hiszen november-december közepén már, vagy környékén kezdődik az influenza szezon, és arra fel kell készülni, mivel tudunk felkészülni, így az oltásokkal. A szerkezet egyszer használatos részének még vannak költségei. Az influenza időszak küszöbén azonban valószínűleg így is nagy lesz rá a kereslet. Az influenzának a tünetei az a láz, magas láz, fejfájás, torokfájás, izomfájdalom, gyengeség, köhögés, ezek a fő tünetei az influenzának. Tehát, hogyha valaki magas lázas, mellette fájnak az izmai és fáj a feje, akkor jó eséllyel influenzás. És ezeket tudjuk megelőzni, ugye ezáltal a felnőttek a munkából nem esnek ki, a gyerekek a közösségből nem esnek ki, és nem csak a közösség a lényeg, hanem az, hogy a krónikus betegeket tudjuk az influenzától megvédeni, illetve a két év alatti gyerekeket. Gyerekkorban a szövődménye az influenzának a tüdőgyulladás, középfülgyulladás, többek között ezek, és ezeket mind meg lehet előzni az oltással. Nem csak az oltóanyag beadása fájdalommentes, hanem mellékhatása sincs, hiszen sokkal könnyebben oszlik el a szövetek között az ilyen módon beadott anyag.